Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A főcím szerint arról fogok beszélni, hogy miért szerettem meg az i3 VM, illetve az i3 GAPS asztali felületet, inkább úgy mondom, hogy ablakkezelőt, mert az asztali felületet én rakosgattam rá, azaz miért szeretem ezt az eszközt. Ennek egyetlen egy oka van, mert nekem nagyon bejött. Ennek nyilvánvalóan vannak olyan ismérvei, amiket el szoktak mondani, hogy stabil, gyors, meg egyéb, de nyilvánvalóan a legtöbb normálisan összerakott asztali környezet, asztali felület, vagy esetleg szikár ablakkezelő természetesen ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. Azaz én nem azt akarom elmondani, hogy miért jobb ez, mint a többi, hanem azokat mutatom meg, hogy én hogyan alakítottam, és miért felel meg az én kívánalmaimnak. Azaz még véletlenül se szeretném, ha valaki úgy érezné, hogy az ő általa kedvelt asztali környezet, asztali felület, vagy ablakkezelő, az valahogy így háttérbe szorul és leszólom, mert erről beszélek. Nem, jelen pillanatban ez jött be nekem. Pontosan azért jött be nekem, mert nagyon egyszerű, nagyon jól átlátható, és az ablakokat kezeli, és úgy kezeli, ahogy nekem kell. Ismertek, rengeteg asztali felületet, környezetet, ablakkezelőt kipróbáltam, Openboxot is használtam, nagyon tetszett, XFCE-t is használtam, nagyon tetszett, a régebbi időkben ezt meg azt meg amaszt meg egyebeket is. Hiszen, hát természetesen mindegyiket ki kell próbálni, és egy időben az i3-as és a hasonló csempéző ablakkezelőket háttérbe szorítottam, mert abban a tévhitbe lelezettem, mint sokan, hogy ez bizony nem más, mint kockáknak való terminálos valami, mert általában azt szokták mutogatni, hogy megnyitnak egy terminált, még egy terminált, még egy terminált, még egy terminált, és megnyílik úgy, hogy hű, de nagyon jól néz ki, és olyan csempézetten összerakosgatja, és azzal dicsekezze, hogy oda tudnak tenni egy zöld-kék akármilyen keretet, és hű, de nagyon jó. Ez igaz is, de természetesen a grafikus programok simán beállíthatóak, elindulnak, működnek, és természetesen itt sem kell lemondani arról, hogy egy grafikus programod jól dekorált legyen, úgy nézzen ki, ahogy illik. Természetesen vannak olyan programok, ahol egy kicsit, hát barkácsolni kell, hogy olyan legyen, mint amilyet megszoktál, de ezek a kevesebbek, kisebbek, és a ritkábban előfordulok. A második gondolat, amit hozzáteszek, de remélem ezt már sejtitek, én a magyarács alapokat tettem föl, és azt alakítottam át. Nyilvánvalóan, hogyha valaki ismeri a magyarácsot, hát remélem megnéztétek akár az én, akár más videóit ebben a témában, rájöttök, hogy igazából az alapok megvannak, de én a felületet, a kinézetet, asztali környezetet jócskán átalakítottam. És erről az átalakításról és ezeknek az okairól fogok beszélni. És mindenkit arra biztatok, hogy a magyarácsot vagy valami előre konfigurált rendszert rakjon fel, kipróbálni ezeket a csempéző stealing eszközöket, mert ezt vegyétek nagyon komolyan, és úgyis tudjátok, hogy én inkább azt mondom, hogy hát persze mindenki be tudja állogatni, megnéz három videót, elolvas két leírást, aztán kész. Azért itt, hát bizony, hát nem mindenképp fogtok olyan környezetet kapni egy alapbeállítás nélküli, egy kicsit emberközelibbé, nem tevő disztribúciónál, tehát nyersen felraksz egy i3-ast, az eléggé szikár, eléggé üres, eléggé olyan, ami hát nem biztos, hogy neked megfelel, azaz jó lenne, hogyha arra tendálna egy kezdő, aki meg szeretné nézni, milyen az i3, hogy akár még akár a magyar Arch-ot, akár az Arch Linuxot, akár melyiket, onnan rakja föl, és ne csak natur a másik ablakkezelője mellé bepasszírozzon egy i3-at, már az eléggé üres képernyőt fog kapni, és amíg abból egy normálisan működő rendszert összebarkácsol, hogy ki is nézzen valami, hát azért sokat kell olvasni és tanulni hozzá, de hogyha olyan rendszert raktok föl, mondjuk a magyar Arch-ot, ami már egy kicsit előre van konfigurálva, akkor már majdnem minden rajta lesz a képernyődön, és el tudsz indulni, és ott lesz az orrod előtt egy leírás, több leírás, hiszen beszéltünk róla, hogy a magyar Arch-nak vannak ilyen doksiai, amiket ott az elején oda nyomják az orrod elé, hogy már mindenképp elolvas, és legalább tudod, hogy mit, hogyan kell a billentyűvel varázsolni, hogy legalább működjön. Azaz, induljunk is neki. Nagyon egyszerű, én azért szeretem ezt
az i3VM, illetve GAPS rendszert. A kettő között az a különbség, hogy az i3VM-be nincs rés az ablakok között, az i3GAPS-be, ami egy kis kiegészítéssel, de ugyanaz, nyilvánvalóan ott meg vannak rések, hát a rések egy kicsit szétválasszák az ablakokat, ami számomra természetesen egy kis esztétikum, nem folynak össze az ablakok. Miért is szeretem ezt? Azért, mert megjeleníteti az ablakokat, na hát ezt mindegyik megjeleníteti, de itt a lehetőségek viszonylag bő, kínálattal rendelkeznek, erről már volt szó, nyissunk is meg. Szokott módon nyitogassunk meg terminálokat, ezen az asztalon egy terminál, még egy terminál, harmadik terminál, azaz azzal több ez, mint egy átlagos, csempézős ablakkezelő asztali felület, hogy bizony vannak ezek a füles megoldások, ide beírom, hogy A, ide beírom, hogy S, ide beírom, hogy D, hogy tudjuk, hogy melyik látható, váltogatni tudok egérrel, természetesen billentyűvel is tudsz váltani. Én az egér mellett tettem le a voksot úgy, hogy egérre, illetve billentyűre is beállítottam a váltakozást. Az az elvárásom, ha egérnél van a kezem, akkor azzal, ha billentyűnél van a kezem, akkor azzal el tudjam végezni azokat a feladatokat, amik igazából egy periférikus dolgok, amik nem a munkámhoz, hanem az ablakok kezeléséhez, váltásához, méretezéséhez kapcsolódnak. Azaz azért jó ez, mert akár egérrel, akár pedig billentyűvel meg tudod tenni ugyanazokat a dolgokat. Oké, hát vannak ezek a fülecskék. Hát nem mindegyik tílingen van ilyen, oké? És ez nagyon kényelmes, mert nyilvánvalóan a gyors váltás és az eligazodás miatt kényelmes. A másik az, hogy bizony van másfajta is, hogyha úgy van beállítva a rendszer, megnyomom az E betűt, akkor visszaugrik arra a rendszerre, arra kinézetre inkább így mondom, ami a megszokott, mármint csempézős ablakkezelőnél, szépen lehet látni egymás mellé becsempészte a három darab, hát terminált, hát mindenki terminált mutogat, én is terminált mutogatok. Ez nagyon szép, és van még egy olyan elrendezés, amit bizony így lehet összerakosgatni. Ez nem a szívem csücske, bevallom nektek őszintén, ez nem a szívem csücske, hogy a fülecskék itt vannak. Nyilván azért, mert hogyha van 10 ablak nyitva, akkor körülbelül idáig a fülek lehúzódnak, és hát elveszik a területet, de használható. Azt mondhatja bárki, hogy az előző is olyan, hogy hát ez a rész, itt látjátok, hát megeszi a monitorodat. Bizony fontos az, hogy ez a pár pixel ott, hát a területethez tartozón is azon is tud dolgozni. Nyilvánvalóan itt is megvan a teljes képernyős kinézet, ezt a Windows F-hez passzírozták hozzá, ez egy olyan hagyomány, vagy nem, mert van, ahol máshogy van, de ezen a rendszeren így lehet beállítva. Látható, szépen tudtunk dolgozni vele, és gyakorlatilag az ablakok megjelennek. Ennél több nem kell egy átlag felhasználónak, például, hogy az ablak megjelenjen, és akkor tudjon vele dolgozni, hát látható, itt megjelent egy grafikus program, azaz a Firefoxot elindítottam, be is csukom. Ennyi, nagyon egyszerű és kényelmes. A másik, ami miatt én nagyon szeretem, hogy van ez a lebegő ablak típus, gyorsan ugrunk is egyet, megnyitok egy másik programot, ami már automatikusan lebegőként fog megnyilani nekem. Nem nyílott meg, dehogy nem, hanem hozzá van tegelve, hozzá van kötve, hozzá van rendelve a 9-es asztalomhoz, az alapnak elnevezett asztalhoz, és itt lehet látni, hogy lebegőként lett ő előkerítve. Mit jelent az, hogy lebegő? Az, hogy fogad és így mozgatod. Szuper, igaz? Egérrel mozgatom, semmi varázslat nincs benne. Egérrel mozgatom, és egérrel tudom méretezni természetesen, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy itt valami bűvös varázslat kell ahhoz, hogy egy méretet beállítsak, dehogy. Van olyan billentyű kombinációm is, amivel ezt meg tudom csinálni. Nyilván egér, billentyű együttesen, azaz mind a kettő külön-külön is használható legyen, azért, hogy kényelmes, komfort dolgod legyen, ne olyan legyen, hogy jaj, csak egérrel lehet valamit megcsinálni, amikor a gépelsz, és akkor az egérhez kell nyúlni, de az sem menő, bár ezt a csempézős ablakkezelő hívek, hát bizony egy kicsit furának tartják,
de nekem az sem menő, csak a billentyűről lehet valamit irányítani, hogyha én szerkeztek valamit egérrel, akkor elvárom a rendszeremtől azt, hogy akkor ne kelljen a billentyűhöz nyúlni, hanem az egérrel is el tudjon végezni ugyanazokat a funkciókat, ami számomra fontosak, igaz? Tehát van ez a lebegő is, ezen kívül van a lebegőnek, lebegőszerűnek egy olyan verziója is, hogy nyilvánvalóan a lebegő mindig az adott asztalon lévő összes program fölött van, de hogyha én most váltok egy másik asztalra, akkor bizony a lebegő marad ezen az asztalon, de van egy olyan megoldás is, ami egy ragacsosnak nevezett ablaktípus, ami minden asztalon ott fog lenni, minden asztalon felül, mint mondjuk egy jegyzettöm, vagy egy naptár, vagy éppen egy leírás, amit nézel és dolgozol vele, az oda fog ragacsosodni, és akkor az totál jól fog működni. Azaz itt már az, hogy csempéző, ablakkezelő, hát bizony az nem csak abból áll, hogy egymás mellé, vagy spirálba, vagy akárhogy, ahogy az ablakkezelő megálmodója megcsinálta, csak úgy tudod berakosgatni kis kockákba, négyzetekbe a programokat, aztán hű, de nagyon jó, hogy egyet ki tudsz nagyítani, aztán ennyi. Itt azért ennél egy kicsit sokkal többet fogsz tudni megtenni. Természetesen azért higgyétek el, amíg én megszoktam azt, hogy melyik billentyűt vagy melyik egérgombot hogyan kell variálni, mozgatni egyéb, hát az idő volt, hát körülbelül egy fél óra. Hiszen azért meg tudja jegyezni az ember, hogy a Windows billentyű Shift T, ez a fülecskés, aztán a többi meg, amit te beállogatsz. Tehát ez nagyon-nagyon kényelmes lehetőség szempontjából, hiszen annyi fajta ablak típus van, amennyit hát ugye el lehet képzelni, és mindegyiket tudja. Nekem az volt a kellemetlen egy pár egyéb ablakkezelőnél, hogy bizony vagy az egyiket tudta, de azt nagyon jól, hozzáteszem, vagy a másikat, de azt nagyon jól, és esetleg még egy fajta volt, ez 2-3, de ezen az összes van, és úgy variálom össze az ablakjaimat, azokat a részeket, azokat a képernyő darabokat, négyzeteket, ahogy nekem kell, és a feladatnak, a munkámnak megfelel. Azaz, az ablak méretezése, mozgatása egérrel is megy. És ezt azért hangsúlyoztam ki még egyszer, nem azért, mert ide van írva nekem a sugomba, hogy légy szíves elmondani, Laci, hanem azért, mert nagyon bejött, hogy egérrel, kényelmesen, különféle variációk nélkül tudom elvégezni egy csempézős ablakkezelőn a egérrel az ablakok mozgatását, méretezését, és ez kényelmes, és sok embert azt tart vissza, hogy megnéz egy akármilyen csempézős ablakkezelőről egy rövidebb videót, hogy hát bizonyítatsz csak billentyűs, hát most ő nem fogja az A, B, C, D, F, G, H és a 25. billentyű kombinációt megtanulni, mert hát nehogy már ennyire kelljen neki 21. századba killodni, hogy hát megnyomja ezt, meg azt, meg amaszt, meg az orrával is nyomja a billentyűt, és akkor tud egy ablakot odébb piszkálgatni, és nagyítani, kicsinyíteni, meg tudod egérrel is csinálni. Ha ott van a kezed, ha a billentyűn, akkor a billentyűvel fogod megtenni. Ami még nekem nagyon-nagyon professzionálisan bejött, az, hogy ez dinamikusan, értelmesen kezeli az asztalokat. Az asztalok azok a képernyő gyűjtemények, program gyűjtemények részek, amiket megnyitogattam, a 9-esen most van. Ő, amit bemutattam, hogy hát bizony, ott jelenik meg abban a méretben, ahogy kell, és a három darab terminálom, hát bizony, itt van. Szuper, ez egy asztal. Csinálok gyorsan még egy asztalt, aminek legyen a egyes számú asztal, munkaasztal, látjátok, le is takarította, eltolta ide, majd rátérek, hogy ez mi a szűz ahhoz képest, amit alapból kaptok, eltolta ide, és itt van egy üres munkaasztalom. Itt megnyitok egy terminált, legyen terminál, megnyitva, mindenki avval dicsekszik, hogy egy terminált meg tud nyitni, és szuper, megnyitottunk egy terminált, igaz? Oké, csináltam a saját munkáimat, majd becsukom a terminált, eltűnik a terminál az ablakról, átmegyek a másik asztalomra, és eltűnik, észrevettétek, eltűnt az a asztal, amin nincs semmi. Azaz itt nem az van, hogy van, mint például az XFCE-nél
ha úgy állítottad be, hogy 4 asztal, az mindig asztal, és van, itt az asztalok akkor kerülnek elő, amikor rá szükség van, amikor kifogy róla a program, azaz becsukogatom az összes ablakomat, akkor ők eltűnnek. Szerintem ez egy nagyon-nagyon haladó gondolat, természetesen lehet vitatni, de nyilvánvalóan kinek a pap, kinek a papné. Nekem nagyon kényelmes, hogy nincs ott fönt az összes 10 asztal van beállítva, és nincs ott egymás mellett, hanem csak azok aktívak, azokat látom, amin van valami természetes. Azt mondanom se kell, nyilván feltűnt nektek, hogy itt van egy 5-ös monitor, az a oldalsó monitoromnak a száma, azért a monitor a neve, és azon is vannak programok. A kettő között simán át tudom mozgatni a programokat asztalok között, akár billentyű kombinációval, akár esetileg egérrel, akár pedig, majd amikor a Tint 2-esről beszélek, megmutatom még hogyan dinamikus. A következő gondolat, hogy nyilvánvalóan van akinek tetszik, és van akinek nem tetszik az, hogy bizony hát zöld, meg ilyen vasak csip. Hát bizony neki mit kellene csinálni? Hát vannak emberek, akik nem olyanok, mint én, és ez nagyon helyes elgondolás, hogy ők azt mondják, hogy ők nem, hát nem turkálunk itten mindenféle beállító fájba, legyen kész színösszeállítás. Természetesen van egy olyan kis programocska, hogy E3 stíle Y-nal feltelepíted, és nézzük meg, mit csinál. E3 stíle. Hát a stílusokat állagatja, elindítjuk, és ha, mit ír ki? Hát bizony, listázzuk ki, listal az összes olyan, hát előre definiált színőszállítást, amit az E3 stíl tud. Nézzük is meg. Ennyiféle van. Azaz egy olyan másfél tucat színőszállítás van, felmész az E3 stílnek a honlapjára, és megnézed a színösszeállítást, és utána kiválaszthatod ezeket a szín összeállításokat, azaz nem kell neked turkálnod sehol ahhoz, hogy mondjuk hupi lila legyen a csik, van ilyen, vagy lila, vagy egyéb, vagy a Debiannak a színei, vagy ilyen szolarizált színek, szépek, mindegyik szép, ki kell próbálni. Elindítod azzal, és ezentúl ezek a színek, ezek a beállítások, amit zöld, nyilvánvalóan az a magyarásnak a saját színe, akkor bizony, hát másfajta színek lesznek. Ahogy neked tetszik, iszonyat kényelmes. Ennél gyorsabb, kényelmesebb megoldás nincs. Vagy természetesen, akinek ezek nem jönnek be, vagy más szeretne, annak ott van a lehetőség a konfigurációs fájlba beleírogatni, nem egy agysebészet. Végtelenül egyszerű az összeállítás. Ezt úgy hívják, hogy ini stílusú beállítási lehetőség, azaz magyarul sem programnyelvet nem kell hozzáértened, se egyebet sima pori szövegszerkesztéssel meg tudod oldani, és a következő nagyon-nagyon jó dologra szeretnék kitérni, mire? Arra, hogy az E3 VM, illetve GAPS agyon van dokumentálva, azaz kézen fogva vezet végig a beállításon a honlapjuk. Nincs olyan rész, vagy nincs olyan beállítási lehetőség, amiről ők legalább szót ne ejtenének. Természetesen nem mindent mindenhol és a te kívánságaid szerint alapbeállításba fogsz megkapni, ezért azt az oldalt szépen elolvasod, angol, de a Google fordító lefordítja neked úgy, hogy azt megérted, és akkor be tudod állítani. Azon kívül 1001 millió előre beállított kinézet van, az interneten lehet dot fájlokat, tehát ezeket a beállító fájlokat, színezéseket, kinézeteket, egyebeket letölteni. Nyilvánvalóan erre is van lehetőség. Azaz nagyon-nagyon jól dokumentált. A másik gondolat az természetesen, hogy hát mindig azt mondják az emberek, hogy hát bizony
Hát bizony, hát a grafikus felületű programok, azok nem szépek, meg hát különben is az hogyan fogom én itt beállítani, hiszen hiába írom be, hogy J3 és beállítás, az nem azt változtatja, és így szoktak megakadni az emberek, hogy jó, az J3 ezt a zöld csikot, annak a méretét, elhelyezkedését, ablakoknak összes tulajdonságát beállítja, de a grafikus programokat, meg a témákat, mert itt ez a téma, hogy zöld a csik, aztán kész, körülbelül ennyi, de a komolyabb témákat hogyan állítod be? Hát erre is van megoldás, az Elix Apparance nevű kis programot feltelepíted, rámész, elindítod az összes általam telepített téma, amit már megszoktál mondjuk az XFCE-nél. Azok működnek, nézzük is meg. Hát látni, csak ráböksz, aztán leokézod. Nem egy agysebészet, igaz? Visszamegyek a kedvencemhez, a színeket itt egyesével nem fogod tudni állítani. Nyilvánvalóan nem erre készült ez a program, hogy az I3-nál a dekorációt, a grafikus programok dekorációját hát állogassa ilyen mélységbe, de azért szépen be tudod állítani az ikontémát, az ekérkurzort be tudod állítani, a betűkészleteket a konfigurációs fájlba állítod be, ami ide vonatkozik, a többi a grafikus programokra pedig itt tudsz beállogatni, kiválasztod, ami tetszik, persze, ami telepítve van a közül, aztán ráböksz és leokézod. Kell ennél egyszerű, ugyanúgy működik, mint az XFCE-nél. Csak egy kicsit más a kinézete, mert nem az XFCE-t, hanem ezt használjuk. A másik gondolat az, amit hát természetesen hát megszoktunk, vagy aki legalábbis az én videóimat követi, hogy az SXHKD-ban vannak a billentyű kombinációi, és nem az alaprendszer, azaz jelen pillanatban az I3 VM vagy I3 GAPS-nek a beállításainál, az is megtalálja a kedvenc dolgait, hiszen itt is egyértelműen és világosan és kényelmesen működnek azok a billentyű kombinációk, amiket hát oda beállogattunk, és én át is hoztam a beállító fájlból, illetve hát a magyar ácsosok átemelték a beállító fájlból az SXHKD-ba a billentyű kombinációkat. Nézzük is meg, agysebészet? Nem. Ez a magyar ácsnak egy kis fejlesztése, egy nagyon kellemes kis programocskája, ami, hát nem tudom, az a beállításban, hol, de nálom a Windows F2-vel indul, kiválasztod azt a konfigurációs fájlt, amit szerkeszteni akarsz, és el is indul. Látható a konfigurálása a billentyű kombinációknak, hát egyszerű, volt róla videó, leírás, a SXHKD-nak a konfigurálása, mármint a billentyű kombinációk megadása, pofon egyszerű, megadott, hogy mit és mit csináljon. Ennyi. Itt is áthozták a magyar ácsosok azokat a gyors billentyűket, hát ezzel váltogattam a füle és az egész, meg egyéb ilyen gondolatokat, a ablak kinézeteket, ezzel tudtam állogatni. Szuper, igaz? Magyarul itt találod meg. Nem lesz idegen, hogyha esetleg régebbi videókban látott billentyű kombináció beállítás lehetőséget átvitted a saját rendszeredben is az SXHKD-ba, hiszen ez nyilvánvalóan egy mozgatható mobil, több rendszeren át ívelő kis programocska, a billentyűt ezt kezeli, hát ezt csukjuk is be, nem a konfigurálásról magáról, csak arra szerettem volna kitérni, hogy itt bizony a gyors billentyűket olyan szépen be tudod állítani egy darab fájba, egy és fél fájba, inkább így mondod, mert nekem vannak olyan billentyű kombinációm, amik az I3 saját konfigjaiba vannak, de hát nyilvánvalóan ide is, oda is beteheted az egy részét. Frankó, nem? Egyszerű, mozgatható. Miért szeretem ezt, hogy mozgatható? Azért, mert hogyha két hónap múlva találok egy másik akármilyen rendszert, mondjuk visszatérek az Openbox-ra, akkor se kell nagyon váltogatnom a billentyű kombinációkat, csak ebből a fájlból kikapom azt a részt, ami arra vonatkozik, hogy az I3 VM-et vezérli, és a többi program indítási parancsok, azok természetesen megnyomtam a Windows-t, és hát nyilvánvalóan Inkscape elő is ugrott mind a villám, tehát nagyon kényelmesen beállítható.
a dokumentációkról beszéltem. Itt is fontos az, főleg a ablakkezelő résznek a gyors billentyűzésénél, hogy a dokumentumot legalább kétszer átolvasd, mert elég komoly lehetőségeket ad. Itt nem arról beszélünk, hogy két ablakot egymás mellé teszül, aztán ennyi, kalapkabát, hanem nagyon-nagyon szépen be tudsz állígatni mindent. Ami számomra nagyon kényelmes, és érdemes meg is nézni, bár szerintem ezt is mindenki tudja, a i3 konfigot fogjuk váltogatni, opszi, és megvan. Az i3-ban nagyon kényelmes dolog az, hogy az asztalokat egyrészt be tudod állítani, mennyi legyen, hát számot azért érdemes nekiadni, egy nevet, hogy azért kinézzen valahogy, meg hát ikonkát is lehet. Na hát az ikonka behelyezésére majd visszatérünk, hogyan lehet, mert ez egy kérdés volt. Na mindegy, a másik gondolat az, hogy nyilvánvalóan az, hogy egy asztalnak van neve, száma van, vagy ikon jelenik meg, vagy mind a három, vagy a háromból kettő, az különben is kit érdekel, ölék, ha 1, 2, 3 az az asztal neve, aztán attól még van asztalunk, akármilyen névtelen vagy ikontalan lesz, de működik. Oké, okay. De nekem nagyon kényelmes az, hogy meg tudod adni azt, hogy az egyes vagy a kettes monitoron legyen az adott asztal. Azaz nekem megvan adva az 5-ös és a 10-es, hogy a szélső monitorra kerüljön, és az ott fog megnyilani. Tehát ha megnyitnék egy 5-ös számú asztalt, ami meg is van egyébként nyitva, a monitorát emlegettem, hogy a szélső monitorra áttett asztal, az mindig ott jelenik meg. Azaz egy asztalt hozzá tudsz ragasztani, hogy így mondjak, egy monitor az kényelmes, több monitoros rendszerbe. Ami még szintén kényelmes dolog, és igazából érdemes egy kicsit elmélyedni abba a gondolatba, hogy az egeret is jól tudod konfigurálni. Nézd meg a leírásba az egér konfigurációját, azaz nem csak úgy tudsz bezárni, vagy akármi egyebet csinálni egy ablakkal, hogy billentyűről bezárod, hanem meg tudod adni azt is, hogy ami például itt van, egérkír beállítás. Ha rákattintok középső egérgombbal a felső részére, tehát a fülecskékre, tehát mondjuk ide, figyeljetek ide, rákattintok, el is tűnik, szuper, nem? Nem kell a billentyűvel variálnom, és azt is meg tudom adni, hogyha a Windows gombot, ez a dollár jel mód, itt így hívják őt, és a button 2-est, a 2-es, azaz középső egérgombot lenyomom, akkor nem csak a fül részen, azaz itt, hanem itt is a testben becsukodik, és nézzétek meg, most kattogtatok a középső egérgombbal, nagy semmi nem történik, hiszen ott kéne a fülecskén kattintani, de lenyomom a Windows gombot, a módosító gombot, és be is csukodik, és szuper, igaz? Tehát be tudod annyira állítani, hogy mit, hol és miként csináljon, hogy hát majdnem azt kellene mondani, hogy nem volt idáig olyan elgondolásom, igényem, amit ez a rendszer ne teljesített volna. A következő gondolat, amit érdemes átgondolni, hogy neked van egy kedvenc asztal kinézete, tehát az a csempézést szereted, a címek legyenek vízszintesek, vagy azt, amit én mutattam és rámutattam, hogy ez a kedvencem, hogy ilyen kis fülecskés legyen, indításkor azt is meg tudod adni. Nem egy nagy dolog, de bármit meg tudsz adni, és a számodra nagyon-nagyon-nagyon kellemes lesz. Meg tudod adni az adott programnak, adott nevű programnak, aminek a nevét, a klassziát, vagy a title címét, Xprop nevű kis programocskával kapod meg, nézzük is meg az Xprop hogyan működik, beírjuk, hogy Xprop, és leenterezzük, és megváltozott a kurzorunk, és oda megyek a videó rögzítőhöz, rákattintok, és kiír mindenfajta dolgot. Itt van a neve, látható, szépen kiírta
a nevét, meg különböző egyéb tulajdonságait is kiírta, azaz onnan tudod összeszedegetni, és nem a kisujjunkból szopjuk ki, hogy mi annak a programnak a neve, mert előfordul, hogy a program neve, amiről te azt hiszed, hogy az a neve, vagy az indítási parancs, ami logikus lenne, hogy az legyen a neve, nem fog megegyezni azzal a névvel, vagy azzal a klasszal, osztállyal, ami oda be kellene írni, tehát erre érdemes figyelni. Meg tudod adni például, hogy a SubLe, tehát a szerkesztő kis programokmat, a VS3-asa passzírozza, elindult. A szerkesztő programom rögtön megnyitotta a 3-as asztalomat, és ott fog elindulni, és rögtön fókuszt is kap. Igaz? Itt pedig az van megadva, amit az előbb ti láttatok, hogy bizony, a hangerő szabályzó dolog, az hol nyíljon meg, hát legyen szíves a 9-esen megnyílni, engedélyezzük a lebegést, és mozgassuk el a 740-es pozícióba, tehát itt jelenjen meg, nyilvánvalóan ez mindenkinek más, meg ha akarja, oda teszi, és a méretet ekkorára állítsa be. Tehát amikor én elindítom ezt a kis programot, mindenféle előzetes, ezen kívüli előzetes beállítás nélkül elindul a 9-es asztal, kaptam egy asztalt ingyen és bérmentve, és ott lesz a program, és pontosan itt lebegő módban ne odahányja bele, ahova éppen akarja, vagy ahol hely van, hanem pontosan ezen az asztalon, és pontosan itt jelenjen meg. A következő gondolat, amit felvetettek, és nem értették, hogy hogyan kell a kis ikonkákat, azokat, amik hát bizony az asztal mellett van, vagy egyéb programok, egyéb bárok, paneloknál, bizony ott vannak az ikonok, azokat hogyan lehet oda berakosgatni. Nagyon egyszerű. Látjátok, hogy itt vannak ezek a kis ikonkák, ide megyek, itt vannak az asztalhoz tartozó ikonkáim. Hát mindenki azt választ, amit akar, de hogyan kerülnek be ide? Hát nagyon egyszerű a bekerülési módszer, azt a adott betűkészletet, amiből ezeket az ikonokat előszedegetjük, természetesen telepíteni kell, hát telepítés után, tárolóból letöltöd, vagy kézzel telepíted, teljesen mindegy, mit teszünk? Elindítjuk mit? A font kezelőnket, a font manager. Így fogod megtalálni a tárolóban, hogy font manager. Ezt telepíteni kell, és rákattintasz, és el fog indulni. Indulás után beírod ide, hogy Joy. J-O-Y. Előkerül a fontkészleted. A fontkészlet a karaktereket fogod te, hát bizony, innét kibányászni. Nagyon egyszerű, csak aki életében nem csinált ilyet, azért elgondolkodhat, hogy oda milyen alt plusz akármilyen kódokat kell beírni, vagy hogyan kerülnek oda be az ikonok. Hát nagyon egyszerű, a Joyce Pixels nevű kis betű font készletet telepíter, és azokban bent vannak. Hogyan kerül elő? Nyilvánvalóan ezt ide jó föltulom, hogy az egészet lássuk, és ezzel a csúszkával lehet a nagyítást beállítani. A nagyítás teljesen mindegy, hogy te ide húzod, vagy ide húzod, és egy pixel lesz, és nem is látod, hogy mi az. Az asztal mellett, az asztali ikon, tehát az asztalt jelző ikonka, az akkora lesz, amekkora kell. Bizony innét kiválasztasz, válasszuk ki ezt a tojásból előugró csirkét, rákattintunk, jobb egérgomb, és copy. És ennyi, semmi egyebet nem kell tenni, ide be tudnám illeszteni Ctrl-V-vel, és ott van a csibje. Ennyi. Csak amíg valaki ilyet egyszer nem csinált, nem jön rá, hogy hát ide bizony nem valami kódokat kell beírni, vagy az internetről kell ezeket az ikonokat, meg ikonnak az elérési útját, hanem egyszerűen a fontkészletből szedjük elő a kis ikonkákat. Nagyon egyszerű. És amit én nagyon megszerettem ennél a rendszernél, az a Rofi. Hát nem a Rofi, a malac, hanem a Rofi. Ez egy ilyen kis listázós, beállítgathatós, írtam róla egy cikket, érdemes elolvasni, kis dolog. Legyünk őszintén, ha valaki feltette a magyar árcsot, és elindította mondjuk azt a kis programocskát, amivel kiválasztott, hogy melyik
beállítófájt szeretnéd szerkeszteni, hát az nem így néz ki. Nem így néz ki, hanem egy ilyen kis szürkés, barnás háttér, és hát semmi elválasztó vagy egyéb, hát maradjunk annyiba, hogy az eléggé szerény. Nem kell megijedni alapból. Alapból nyitunk egy terminált, és beírjuk, hogy Rofi, és tabbal kiválasszuk, hogy hát az összes legyen, ami Rofival kezdődik. Téme szelektort, de begépelheted, hogy a bast használsz, és az autó kiegészítőt nem telepítetted. Én ZSH-t használok, ami automatikusan ezeket a lehetőségeket adja. Rákattintasz, elindul, és kapsz egy Rofi választó menüt, és kiválaszthatod azt, ami neked tetszik. Kiválasztasz egyet, leenterezed, és bizony, hát ez eléggé rondán néz ki, és hát ez nekem úgy nem tetszik, akkor válasszunk másikat, legyen ő, és megváltozik, tehát automatikusan megváltozik az, amit te beállítottál, és kiválaszthatod, ami neked tetszik. Én most ezt becsukom, és még egyszer kiválasztom, és kiválasztjunk egy érdekesebbet, ezt, és akkor ilyen lesz, váltogathatsz, na hát ez meg is marad nekem, és azt mondja, hogy Escape-el tudsz kilépni, Alt-a lenyomásával Alt, a lenyomásával kiválasztod, és nézzük is meg, hogy sikeres volt-e. Igen, az előbb nem ilyen volt, most ilyen lett a kiválasztó menüm. Oké, tehát ezt is be tudod állítani, ez azért értem ki, mert általában az működik, hogy hű, de szép a Rofit, így tudod használni, szuper. És aztán mindenki azt mondja, hogy hát az rándá, csúnya, egyszerű, ki hogyan fogalmaz, pedig ezzel az egyszerű kis parancsal szépen be tudod állítani olyanra, hogy összhangban legyen nagyjából, hát nyilvánvalóan nagyjából, de ezen kívül ezeket a fájlokat, amiket itt kiválasztottunk, ezeket a beállító fájlokat te is tudod szerkeszteni olyan színűre, ahogy neked tetszik, tehát nagyon szépen be lehet állogatni, de az alapbeállítások közül is találhatsz olyat, ami megfelelő lesz neked. A következő dolog, ami nekem nagyon fontos volt, ő. A konki. A konki miért? Nem azért, hogy kérje, hogy mekkora hely van még a rendszerlemezemen, vagy mennyi a RAM használatom, vagy a CPU mennyi, vagy egyéb ilyen info, hanem nekem fontos az, hogy bizony az idő, az kijelzése kerüljön. Természetesen ide föl is beírogathattam volna, de hát nyilvánvalóan egyértelmű, hogy akinek rosszabb a szeme, szereti, hogyha nagyobb. Azt kell mondanom, hogy a Z3 VM-nél előfordulhat, hogy a régi konfigurációs fájlod egy lebegő ablakba ilyenbe jelenik meg, és mindig fölül van, ami iszonyat zavaró. Ezért én az én saját beállító fájlomat a honlapomra felteszem, és azt áttanulmányozhatod a felső részt, tehát nem ami ezt szabályozza, hanem az alapbeállításokat szabályzó részből ki tudod venni azokat a bejegyzéseket, amik adják azt, hogy hát ne egy lebegő ablak legyen, hanem ott legyen, és ezt be tudod állítani. Sok ember E3, illetve T-Link felületnél azért fordul el a konkitól, amit eddig szeretett, de utána megutált, mert lebegő, nem ott jelenik, meg nincs háttér olyan undorító, meg egyéb. Nem, itt bizony ezzel a beállító sorral, beállító lehetőségekkel megmarad ilyen szépen. Az asztalodon nagyon jó, nagyon professzionális. Ha valaki ismeri az alapbeállítású E3-at, az tudja, hogy van hozzá egy panel. Na hát az nagyon jó, de használja más. Én nem azt mondom, hogy az vacak, meg az rossz, de kevés a tudása. Az is igaz, hogy ebbe a pillanatban már hallom, mindenki azt mondja, hogy A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M panelok is vannak, és miért a Tint 2-est emlegetett? Jaj, a többi többet tud, jaj, a többi sokkal, hát nem. Én a Tint 2-es szeretem, mindenki azt használja, amit akar. Miért a Tint 2-es? Azért, mert azt szeretem. Ennyi. Tehát ez teljesen szubjektív dolog. Tudom én az, hogy az ABCDF, akármelyik, amit neked kedvenced, az sokkal szebb, és hű-hű, hát milyen hülye vagyok én, hogy a Tint 2-est használom, de nekem elegendő. Igen ám, de amikor te felteszed a Tint 2-est,
akkor észreveheted, hogy nem úgy működik esetleg az eddig megszokott konfigurációs fájlod, mint ahogy működött, össze-vissza jelenik meg, ide-oda rakosgat mindent. Hát van ennek egy nagyon egyszerű trükkje, el is indítjuk a kettő, nyomunk egy tabot, és konf elindul. Elindul 5, most be fogjuk csukni, már nem kell. Kiválasszuk a kedvencemet, hát amit itt fönt látok. Elindul. Mi az, amit be kell állítani alapesetben, illetve változtatni kell, és egy kicsit megkötött? A hosszúsága szélessége percentben, tehát százalékban 100 legyen. Ennyi. Nem tűri, nem szereti a tint2-es panelt, akkor, hogyha rövidítesz rajta, valami oknál fogva eléggé ronda megjelenést csinál, mindjárt meg is mutatom, hogy mi az. Hát ezt visszaveszem mondjuk 80-ra, leaplizzuk, és nyomunk egy Ctrl-F, és már látod is, hogy itt van a 80%, aztán utána a következő részben bebígyelsz egy újabb panelt. Tehát ez így sajnálatos módon alapbeállítás 100 lehet, és utána nem csinál ilyesmit. És arra is figyeljetek, hogy itt a kompakt módot, hát deaktiváljátok, vegyétek ki, hogyha be van nyomva, ennyi, ennyi. És akkor szépen a többi beállítás totál úgy fog működni, mint idáig. Ez az i3-nak a hülyesége, bár az az igazság, olvasmány élményeimből mondom, másfajta variációk is lehetségesek, hogy megadjuk, hogy ne kezelje ezt az ablakot úgy, mint ilyen ablak. Szóval nekem egy kicsit bonyolult, de ez a 100%, és a kompakt mód deaktiválása után nekem teljesen megfelel, így ott van, szép és működik. A másik, nagyon szépen össze tudod állogatni a panelokat, nagyon szépen fog neked működni ezen a panelon minden, az indítósáv is, tehát rákattintasz és működik. Az i3-os, illetve hát úgy mondjam, a Tilling ellen az a legnagyobb érv sok egyéb mellett, hogy nincs ikonsáv, amivel indíthatom a programokat, most mindegyikhez billentyű kombinációt kell, vagy mindegyiket ilyen legödülő menüből kell kiválasztani, mint az előbb csináltam ebből. Hát jaj, hát ez teljesen, nem gyors, nem szép, meg különben a fenét. Fölteszel egy normális panelt, amiből tudsz indítani ikonokról programot, aztán kész. Nem kell ebből nagy problémát csinálni. A másik, amire érdemes figyelni, és egy nagyon-nagyon kényelmes, hogyha te a taskbart, tehát ezt a részt aktívvá teszed, tehát van taskbarod, akkor hát bizony megjelenik az asztal neve. Szuper! Én nem hittem volna, hogy a tint2-es ilyen szépen megjeleníteti nekem az asztalok nevét, ikonját, számát, akármiért, meg plusz a rajta futó programot. Ezt le lehet tiltani, hogy a rajta futó programokat megjelenítése csak akkor az aktív asztalokat jelenítheti meg. Kérje, hogy van az 5-ös asztalod, a 3-as, meg a 9-es, jelen pillanatban aztán kalapkabát. Na hát ez nem nagyon izgi. Hanem mellette ott vannak a programok. Igen ám, tehát hogyha mellette ott vannak a programok, akkor bizony, hát ott vannak. Na és, de azt figyeljétek meg, én megfogom a szerkesztő programot, ami az editorok között van, nagy meglepi mi, oda van irányítva, és megfogom egérre, lenyomom a bal egérgombot, és átteszem ide, és akkor már a 9-es asztalon jelenik meg, ahol a tint2-es beállítási panelon volt. Át tudod mozgatni, nem kell billentyű kombinációt használni, avval is lehet természetesen átrakosgatni ezt, azt, amazt, hanem kézzel, bocsánat, egérrel tudod húzni. Ezért is szeretem én kifejezetten a tint2-es panelt. Nagy meglepetés volt, hogy mind az XFCE panelon, az XFCE, illetve Openbox rendszeren ide-oda tudom kézzel az asztalok között mozgatni a programjaimat, és nem kell semmi variációt csinálni. Ez akkor kényelmes, amikor mondjuk egérrel szerkesztesz valamit, és valamit be akarsz húzni az adott asztalra. Szuper! A következő, már hallom, hogy jaj, Szent Isten, hát itt bizony, hogyha a magyar ácsot használod, ad egy csomó kis plusz programocskát a
Panelon ott van, és most jaj, nem lesz a Panelon ott van, és hát most mi a szösz lesz velem? Ó, hát akkor kidobták a munkaidőt. Fenét. Ezek a programok, mondjuk ami a Magyar Árcsnál vannak, vagy az E3 panelhoz tartozó blokkok, amik sima, ismétlem, sima scriptek, azokat is integrálni tudod nagyon egyszerűen hova? Természetesen a panelunkba. Miért? Mert természetesen a Tint 2-es panel képes és tud is nagyon szépen a programokat, hát a scripteket futtatni, annak az eredményét kiiratni. Nézzük is meg. Ő, ha valaki használt Magyar Árcsot, biztos tudja, hogy akár alul, akár felül, amin panelra odara szokták tenni, ez az időjárást kijelző kis eszköz. Mindenféle mókolás, mindenféle egyéb nélkül én egy exekútort hoztam létre. Nagy ügy, igaz? Hát nyilván innéd oda piszkáltam. Exekútort, ő az egyes, és beírtam a parancsort, és kiírta. Az adatokat ugyanúgy, mint akármelyik magyar árcsos panelra, akármelyik rendszerbe. Ezt ahogy nézegettem, a fiúk úgy készítették el, hogy a legtöbb ilyen blokk, ilyen kiírás, akár memória, akár CPU, akár ez az időjárásos gondolat, ez bizony ott legyen. Hát nekem is ott van. A Tint 2-esen is lehet programot, scriptet futtatni, megadod a program nevét, és működik. Aztán természetesen olyan hátteret, meg kinézetet raksz mögéje, amilyet beállítottál. Tehát nem adj sebészet, plusz, és azt mondják sokan, ez most nincs beállítva nekem, hogy Szent Isten, hát ott rá lehet kattogtatni, de hát az a rákattogtatás szintén a scriptnek egy része. Megnézed azt a scriptet, kis programocskát, ami adja ezt a kiírást. Ott bent van, hogy a jobb klik, bal klik, ilyen klik, olyan klik, azt a részt ide bemásolod, természetesen, left, right, akármelyik klik, a középső klikre, akármelyikre bemásolod, és működni fog, hiszen itt természetesen a klikkelésnek a parancsát adod meg. Ennyi, egyértelmű. Itt is ki kell emelnem, hogy a Magyar Árcshoz vannak scriptek, nagyon jó scriptek. Múltkor nézegettünk egy-kettőt, volt, ami nagyon megfogott, a rögzítéses egyébek scriptecske, azon egy kicsit még nekem faragni kell, mert más a beállításom, monitor beállítás, meg egyéb. Tetszetek, azokat is ugyanilyen módszerrel egy-egy ilyen ikon mögé, vagy egy exekútor mögé, vagy egy buton mögé be tudod rakni, hiszen azok is sima parancsorok, és el tudod indítani őket, és ki fogja írni neked az eredményt ide, oda, ova be van állítva. Azaz, nem veszítesz semmi olyan lehetőséget egy kis ügyeskedéssel, a Tint 2-es panelra való váltással, amit esetleg kipróbáltál akkor, amikor feltelepítetted, megtetszett az E3 báron az a lehetőség, hogy oda kattogtatva megkapod az adott funkciót, kírja az időjárás kis ikonkákkal, rákattintasz egy terminálba, kírja a várható időjárást, ha nem vesztettél semmit, meg tudod csinálni. Hasonlóképpen természetesen hozzá tudod a panelhoz rendelni akármilyen scriptet, mert ezek nagy része scriptek, önálló működésre is képesek. Hát nézzünk is meg egy ilyet, hogy higgyétek el, valóban ezek scriptek. Ikonnal indítottam, legyek őszinte, ennél egyszerűbb nincs, igaz? De indíthattam volna billentyű kombinációval, hiszen ez be van állítva. Nézzük is meg, hol kaptuk, hova készítették össze a srácok ezeket a programokat, természetesen a lokál.lokál saját könyvtárban lokálra, és a BIM-be vannak benne látható a kommandok. Itt vannak azok a kommandok, amikről emlegettem, hogy ezt-azt csináltak. Nézzük is meg a D-menü módot. Ezt múltkor megnéztük, mit csinál. Én itt nyitok egy terminált, beütöm azt, hogy és kiválasztjuk a D-menü módot, lemez felcsatoló kis rendszer. Rákattintuk, és működik, ahogy lehet látni a felcsatolt két lemezem, hát a két USB-s lemezemet le tudom csatolgatni, tehát ezek működnek,
És én ezt be is zárom, mert hát nem így szeretném. De a többi is működik, ugyanúgy működik, hogyha elindítod egy scriptként, tehát nem kell megijedni soha attól, hogy hát most akkor el fogjuk veszteni az XYZ lehetőségeket, hanem természetesen megnézzük, hogy azok a lehetőségek mik, működnek-e, és jellemzően ezek a kis programok, beépülők, pluginok, amit ilyen kis panelokhoz készítettek, vagy az i3 Blocks, ami az i3 saját ilyen kijelzős kis eszközei a panelra, azok jellemzően scriptek, és a scriptek, hát a scripteknek az a jó tulajdonsága, hogy átláthatóak, egy kis ismerettel, kettő, jellemzően külön is működnek, ellentétben mondjuk az XFCE panel pluginjaival. Azokat nem tudod külön futtatni, nem? És ezért jó ez a rendszer, ez a megoldás, ez a tiling ablakkezelő gondolat, hogy itt nincsenek annyira, legalábbis ezeknél, amiket én használtam, vagy kipróbáltam, hozzá kötve, hozzá ragasztva, hozzá kényszerítve az adott rendszerhez, hiszen scriptek, ilyen-olyan scriptek, akármilyen nyelven megért kis programocskák, amit máshol is tudunk használni. Oké. Gyakorlatilag elmondtam, bemutattam azt az összeállítást, amit én készítettem, és örülnék neki, hogyha esetleg valaki kipróbálná, és örömét lelni ebbe a rendszerbe. Miért? Gyors, stabil, nagyon könnyen testre szabható, nem vagyok számítógép guru, összeraktam magamnak olyanra, hogy ki is nézzen, be is tudtam állítani, hogy olyan legyen, úgy is néz ki, úgy is működik, és ez a fülecskés, váltok, akkor csempézős, hogyha másra váltok, akkor lebeg az ablak, lebeg az ablak, egyetlen kis mozdulattal lebegő ablakot csináltam szegényemből, nem tetszik? Hát nem ám itt leszöl, áttettem a másik monitorra, meg visszahúztam, szuper, nem? Tehát nem vagyok megkötve semmilyen téren a tiling, azaz a csempézős, i3 VM vagy a GAPS-el, mert meg tudok csinálni majdnem mindent, illetve én inkább azt mondom, hogy többet, mint egy hagyományos, grafikusabb ablakkezelővel. Köszi szépen, sziasztok! Hát örülök annak, hogyha valaki ezt az 50 percet végig szenvedte velem, és mindenkinek jó Linuxozást kívánok, sziasztok!